Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt köszöntök mindenkit a mai testületi ülésünkön, tisztelt köszöntök jegyzőasszonyt, és a későbbiek folyamán külön köszöntöm a különböző napirendi pontban érintetteket. Megküldtük a napirendi pontokat. Szeretném, hogyha a kivetítőt néznétek, némi praktika okok miatt a sorrendiségében szeretném kérni a támogató egyetértéseket, ami ugye a 20-a, a BM termelői piac bölcsidejével kapcsolatosan azért is, hogyha az érintettek maradnak annak a fontos kérdésnek a döntésében, akkor tudják tolmácsolni a környezetükben, hogy a szülők, kollégák irányba, hogy milyen döntés született ma, és utána pedig, hogy a rendeletek módosítása, a közbeszerzési tervnek a módosítása, két ülés közötti fontosabb eseményekről ebben a sorrendiségben. Tisztelt kérdem képviselőtársaimat, hogy tudják-e támogatni a napirendi pontokat és azok sorrendiségét. Aki tudja támogatni, azt kérem szavazzon. Köszönöm szépen, egyhangulag elfogadtuk. Mielőtt rátérnénk az első napirendi pontra, ugye szokottnál többen vagyunk, hát ennek nagyon egyszerű az oka, hogy Tajtótfalu óvoda konyha vezetői pályázatról kell ma dönteni a testületnek, és tisztelnél fogva szeretném köszönteni Csörgéne Kemény Ildikót óvoda vezetőnket, a helyettesét Oroszné Kaporna Judithot. Köszöntöm a két pályázót, Bánát Anitát alfabetikus sorrendben mondom, illetve Varga Ildikót, és hát köszönteni szeretném Ivan is témátuk, aki ugye, mint a szülői munkaközösség részéről szöveges értékelést adott, majd erre kitérek, illetve Váradi Antalot szintén a tai óvodák részéről. Az Almás utcai óvoda tekintetében ott egy szavazati arányt küldtek el számunkra, ott írásos véleményezés nem volt. Képviselőtársaimnak megküldtük azt az anyagot, ami hozzánk beérkezett, és szeretném formai szempontból elmondani, hogy amikor lejárt a pályázati határidő, akkor készült egy bontási jegyzőkönyv, a bontáson téma igazgatási Melinda kolléganőm, illetve jegyzőasszony Őrén dr. Mezei Orsolya vett részt. Köszöntöm Pál vegyi képviselőtársamat, így gyakorlatilag két képviselőtársam hiányzik. Karácsony Ádám, ő 20 perces késéssel érkezik, Sotner Erzsébet képviselőtársam nem tud részt venni a mai ülésen. Döntésre létszámi tekintetében megfelel a testületnek az összetétele. Tehát két anyag beérkezett, ezt a két anyagot ugye megfelelő körülmények között bontási jegyzőkönyv birtokában vagy elkészítével abszolváltuk, és így került a képviselőtársaim birtokába az anyag, amit elektronikus úton mindenki számára megküldtünk. Én a következőt szeretném elmondani. Még ma délután is a jegyzőasszonya sokat beszélgettünk erről a pályázatról, és nem csak a pályázatról, hanem a pályázat összefüggésében mindazon dolgokra, ami a településünket érinti. Tekintettel arra, hogy nem oly soká a település vezetése életében egy új ciklus következik, és megmondom önöknek őszintén, hogy rengeteg tapasztalatot kaptam én magam is e két pályázatról, és azt kell mondanom, hogy nem két jó pályázat érkezett be, hanem két erős pályázat érkezett be. Ez azért öröm számunkra, mert jegyzőasszony, erről beszéltünk, hogy a figyelemmel kísérjük más településeken hasonló intézményi vezetői beosztásban betörnedő szerepek okán a pályázati rendszereket, azok tartalmát. Ez egy nagyon jó minőség, és én magam részéről szerintem a képviselőtársaim ezzel egyetértenek, büszkék lehetünk arra, hogy két ilyen óvodapedagógus adta be a pályázatát, és annak külön örülök, hogy egy olyan elemzést adtak, egy olyan horizontális elemzést adtak a pályázatról, tehát nem csak egy vertikális elemzést, hogy most akkor holnap én leszek a vezető, hanem egy olyan vertikális elemzést adtak, ami gyakorlatilag rendtől fölig, föntről le áttekintette valamennyi olyan érintedő kérdést, amely szükséges egy ilyen pályázat betöltéséhez. Annak is örülök, mert éppen a kezembe került az előző ciklusnak a pályázata. Mások voltak a körülmények, mások voltak a kívások, de az ő eltelt azóta hát elég sok idő, közel 10 év, ugye, ha jól mondom, vagy 11, és teljesen más helyzetbe került a település, más kívások, más környezeti jogszabályi, más humán erőforrás problémák és más infrastruktúrás problémák ugye beléptek a mi rendszerükbe. Tehát még egyszer mondom, szeretnék gratulálni mind a két kolléganőnek. Nagyon erős anyagot készítettek. Megmondom őszintén, hogy ha nem lenne közvetlen informális vagy tapasztalati, hogy mondjam,
tényezőm az önök munkával kapcsolatban, nem tudnám eldönteni, hogy én kit javaslok, a papírforma szerint kellene dönteni. De nyilvánvalóan ezért vannak a különböző szintű segítségek, ugye az alkalmazotti közösségnek a véleménye, akik megformálták, ezt eljutatik számunkra, hát illetve a szülői munkaközösségnek is nagy szerepe van abban, hogy ez a hármas egység, ugye gyermek, szülők, pedagógusok, hát a negyediknek oda szabad minket sorolni, önkormányzat, település, és az egy nagyon szép dolog, hogy mindenki, nem akarom idézni senkinek a szavait, de nagyon megható volt, hogy megtisztelést érzik azt, hogy ebben a közösségben tudnak dolgozni. Volt, aki ezt vastagítva írta bele, volt, aki idézettel próbált ezt alátámasztani, de ez egy nagyon szép dolog. Tehát összességében el szeretném mondani magam részéről, hogy nagyon erős anyagot készítettek a jelentkezők, és minden olyan jogszabályi hátteret érintettek, amelyet jól látják, érzékelik, hogy minek kell megfelelni, érzékelik, hogy milyen jogszabály alapján kell a munkát végezni, érzékelik azt, hogy milyen jogszabályok szerint kell folyamatosan felülírni a korábbi döntéseket, a nevelési programokat hogyan kell módosítani. Nagyon jól érzékelik a humán erőforrásnak a problématikáját, és ez ugye korábbi testületülésen beszéltünk erről, hogy amikor a bölcsőde kapcsán az emberi erőforrás minisztériumban voltam, ugye a miniszteri biztos asszonynál, ő is ugye kimondta számunkra azt, hogy a humán erőforrása nagy gondot szeretnének fordítani, és az a humán erőforrása való törődés, amit ugye a hivatal tekintetében gyakoroltunk, ugye korábban is már 20%-os eltérítést alkalmaztunk, amit ebben az évben pályázat útján lehetett kompenzálni. Felül kell vizsgálnunk a humán erőforrásnak a anyagi jutatásainak a szintjét. Hát ebben van mit tennünk, ez nem csak Tajtófalra érvényes, hanem ez általánosságban is érvényes, hogy a jövő tekintve hosszú távon felelősséggel tudjuk a jövő nemzedék érdekében a fiataljainkat óta pedagógik szempontból ellátni és nevelni. Ugye nagyon szépen kitértek rövid, közép és hosszú távú elképzelés tekintetében, hogy az intézményekben milyen fejlesztéseket, milyen munkákat kell elvégezni. Ez akár az épületek állagára, akár a játszó udvar állagára, akár a különböző oktatás segédeszközöknek a beszerzésére irányul. Ez egyébként el kell mondani, hogy gyakorlatilag megegyezik a mi törekvéseinkkel, de viszont sokat segít abban, hogy amikor döntést kell hozni, akkor mit és hogyan. Én azt gondolom, hogy a következő időszaknak a pénzügyi bizottság elnökére nézek a gazdasági programunkba, amit hát meglátjuk, hogy ki fog meghirdetni, de amilyen mi fogjuk meghirdetni, mindenképpen kiemelt helyet fog kapni a bölcsőde, mert ezt mindig is szívünk ügyének tartottuk. Ebből egy nagyon jó elemzést kaptunk, tehát nem kell sokat gondolkodnunk, hanem azt, amit önök leírtak, javasoltak, tanácsoltak, azt be kell építeni a programunkba. Nagyon egyszerű történet és feladat. Megfelelő szakmaisággal alátámaszom. Ennyi volt úgy nagy keretek között, és szeretném külön kiemelni azt a két munkát, amit Iván is téma, illetve a kollégánk beadott. Nagyon profi módon készült el az a munka. Az egyik az másfél oldalas, a másik három oldalas. Az egyik írott formátumban, megfelelő logikai rendben, a másik pedig egyfajta táblázatos összehasonlításban próbálta összemérni azt, amit össze kellett mérni a pályázatban. Nagyon szépen köszönöm ezt a munkát. És azt szeretném kérni mindenkitől, hogy bármi legyen is a mai döntésnek a végeredménye, mindenki használja ki azt a potenciát, ami benne van. Ugye még számítunk a vezetőnek a munkájára, hogy akkor segítse a beilleszkedést az új vezetőnek, megfelelő tapasztalattal. Szeretném kérni a helyettest, hogy ő is segítse ezt a munkát, és szeretném megkérni mindazokat is, akik a többséggel más véleményt alkottak, de mindig a többségi döntést kell tudomásul vennünk. Ez a mi munkánkban is egyébként így van. De egyébként alapvetően tükrözi a településnek azt az érdekét, amire fölesküdtünk. Mindezek után meg szeretném kérdezni nagy tisztelettel, még egyszer összefoglalva, szép anyag, erős anyag, mindent érintett, én nem tudnék hibát keresni egyik könyvük munkájában sem, még akkor sem, hogyha ilyen szándékom lenne, tehát mind a kettő erős anyag, itt egyetlen a kérdés, hogy melyik az erősebb. Ebben a kérdésben segített ugye maga kollektívának a döntése, ugye azt mi megkaptuk, illetve segített
a kettes számú óvodának a szülői munkaközösségnek a szavazása, illetve a két egyes számú óvodából beérkezett szülői munkaközösségi véleménye, amely hát megítésem szerint a többségi véleményt tartalmazza. Szeretném kérdezni a jelölteket, hogy kikívánják egészíteni, amit nagyon nehéz lesz, azt, amit önök leírtak számunkra. Egy pillanat, Zoli, segíts, légy kedves, hogy a mikrofont oda. Igazából csak egy pár mondattal gondoltam, hogy kiegészítem a pályázatot, hogy hogyan is készült el a beadott anyag. A saját elképzeléseim mellé odaillesztettem a kollégák ötleteit, a kollégák elképzeléseit, amit nem csak a mellékletben megtalálható kérdőíven kérdeztem meg tőlük, hanem nagyon sok beszélgetés, nagyon sok ötletelés előzte meg, így a beadott munka az igazából egy közös munka, amit azért tartottam fontosnak, mert a vezetői pályázat az intézménynek egy stratégiai alapdokumentuma, amire az elkövetkezendő 5 évnek az éves munkatervei fognak épülni, és így, ha mindenki szót kapott benne, és mindenki segíthetett a céloknak a megfogalmazásába, akkor azt gondolom, hogy könnyebb lesz ezt megvalósítani. Ennyit szerettem volna hozzátenni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Parancsoljam. Szeretném a tisztelt képviselőtestületnek, tisztelt polgármester úrnak megköszönni a lehetőséget, hogy itt lehetek, és hogy pár szóban én is elmondhatom röviden a pályázatommal kapcsolatosan. A pályázatomat az 12 év tapasztalatára szintén a pedagógusok és szülők kérdőívének értékelésére építettem fel, és mindenképp számítva és támaszkodva a szülők, a pedagógusok és a képviselőtestület közös munkájában szeretném a céljaimat elérni, vagyis az intézményt demokratikusan vezetni. Csak annyit szeretnék hozzátenni ehhez a komparatív értékeléshez, amit az egyes számú óvodából beadtak az intézet részére, hogy aláhúzásokkal tudom azért alátámasztani, hogy sok esetben, ahol a lelkész úr azt hiányolta, hogy ez nincs benne a pályázatomban, minden benne van, oldalszámra meg tudom mutatni, készültem vele, hogyha esetleg, de egyébként meg nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek. Köszönöm szépen. Ugye említettem, hogy elég tűzösen átnéztem a dolgokat, és visszakerestem ezeket a dolgokat, de most én azt gondolom, hogy nem kívánom ezt értékelni. Nem az én tisztem. Összességében néztem át az anyagot, és még egyszer én azt mondom, hogy mind a kettő nagyon erős és nagyon-nagyon szép anyag is. Hát remélem, aki megnézze ezt a felvételt, irigyelni fogja, hogy ajtót vannak, milyen két potentált óvoda vezetője lesz, és nagyon nagy kihívás elé néz bárki lesz a vezető. Tekre arra, hogy ugye tudjuk, hogy 2020. december 1-ig az alapítókirat szerint is, hogy a bölcsődei funkció elben be van építve, mint mini csoport a Jó, köszönöm szépen. Tehát ugye nagy kihívás elé nézünk, ugye nem csak ugye, hogy a konyha munkáltatói jogköre is, illetve bizonyos mértékig a szakmai irányítás is oda tartozik, de nyilván a bölcsidek beintása kapcsán nagyon komoly feladat lesz, és hogyha itt tudnak maradni, akkor meglátják, hogy a testet majd megfelelő irányba el tud mozdulni, akkor mi lesz az együttműködésnek a lehetőség, és ebből fakadó feladatokat hogyan látjuk, és nagyon rövid időnk van, ahogy ezt abszolválni tudjuk. Jó, én nagyon szépen köszönöm a két megszólást. Kérdezem képviselőtársaimat, van-e kérdés a két jelölt irányába? Tamás, parancsolj! Köszönöm. Nekem tulajdonképpen egy technikai jellegű kérdésem van, mert két valóban nagyon magas színvonalú tanulmányt volt szerencsém olvasni. Az egyikből világosan kitűnt a számomra, hogy vezető óvodapedagógusi szakvizsga van az önében. Ott nem láttam ezt pontosan definálva, hogy melyik végzettség, melyik oklevél tartalmazza ezt? A pályázatomban már van az oklevél.
Tehát vezető óvodapedagógusi szakvizsga, mint olyan. Mint intézményvezető. Szakvizsga. Tehát annak felel meg, mert számomra nem volt egyértelmű, csak azért tisztázom. Oké. Okay. Jó. Köszönöm szépen, vegyük okay, ezt. Jó, ennyi volt csak. Vegyük ezt technikai kérdésnek. Így van, köszönöm szépen. Jó. Más. Tudunk dönteni? Rendben van, köszönöm szépen. A döntésünknél javaslom figyelembe venni mindenképpen ugye azt az anyagot, amelyet ugye a kollégák elkészítettek. Szeretném javasolni a döntésünk figyelembevételén a közösségnek a döntését, és vegyük figyelembe, kiki lehetősége szerint, kiki milyen mélységben, vagy a szülői munkaközösség véleményét. Én alapvetően az én megfogalmazásomban az lesz a mérvadó, hogy a közösség figyelembe véleményét veszem figyelembe, az anyagot szeretném figyelembe venni. Két körben döntünk. Először döntenénk a személyről, és ugye itt is kötességünk egyébként jelző az, hogy nagyon profin előkészítette előterjesztésében, hogy itt illetmény meghatározás sort kell keríteni, ugye ez is egy törvényi kötettségünk, ezt majd el fogja mondani a jegyzőasszony. Itt különböző lehetősége van a testületnek, hogy milyen mértékű illetményt határoz meg is, illetve milyen vezetői pótlékot, ugye 40-80% közötti szorzóval függő vezetői pótlékot határozhat meg, de ezt majd a jegyzőasszony elmondja nagyon precízen. Tisztelt kérdezem a képviselőtársaimat, hogy meg tudjuk erősíteni a közösség által hozott többségi döntést Bánáti Anita tekintetében. Mi most a kérdés konkrétan? Tehát a kérdés az, ott megismétlem. Tehát a kérdés az, hogy a képviselőtestület tudja támogatni azt a véleménynyilvánítást, amelyet a kollégák meghoztak többségben. Tehát, hogy Bánáti Anitát javasolják az adóvezetői beosztás betöltésére. Nem érthető? Nem. Igen, tehát ez megfordítatom, hogy de ugye nyilvánvalóan mi szeretnénk, ha megerősítenénk, illetve amellett állnánk ki, amit a közösség meghatároz. Jó? Tehát e tekintetben a javaslat az lenne, hogy Bánáti Anita személyében támogassuk az adópedagógusi beosztás betöltését, vagy vezető beosztás betöltését. Érthető? Igen. Jegyzőasszony? Szerintem az. Jó, aki? Most már igen. Tud szavazni, azt kérem készfeltartásra szavazom. Köszönöm szépen, egyhangulag elfogadtuk, és a testület Bánáti Anita mellett tette el a voksát, és ne érezzen csalódást. Büszke lett arra a helyzetre, anyagra, amit betöltött, és én azt szeretném, hogy e döntés után is maradjon ennek a közösségnek aktív tagja, támogassa a kolléganő munkáját avval a kompetenciákkal, amelyel ő rendelkezik. És akkor valóban a két település részen lévő óvoda valóban abba az irányba fog menni, hogy ennek a településnek nagyon jó polgárokat nevelnek mások segítségével is, hogyha ezt kérhetem. És akkor gratulálok Anitának, jó? Köszönöm szépen. Akkor fogja mondani a jegyzőasszony, hogy a illetmény kapcsán milyen lehetőségek vannak, és utána pedig egy egységes döntés lesz, határjavaslat lesz, és akkor lesz nyilvánvaló, hogy végülis mire akartunk kiugadni. Egységes szerkezetben lesz öntve, akkor itt a pont helyére be van már. Jó. Köszönöm szépen, mindenkit köszöntök. Az előterjesztés részletesen leírta a számokat. Ugye minden személy, aki betölt egy közalkalmazotti álláshelyet, a törvény szerinti besorolásban kell, hogy szerepeljen. Nyilván ez az iskolai végzettségtől és a munkában töltött éveitől függő táblázat, egyéb fokozatok vannak. Erre nem térnek ki, hiszen ezt jogszabály szerint számoljuk. Viszont a képviselőtestületnek abban van jogköre és kötelezettsége, hogy mivel itt egy vezetői megbízásról van szó, ezért a vezetői pótlék kérdésében a jogszabály adta keretek között döntsön.
Az előterjesztésben részletesen behivatkoztuk, hogy ez a vezetői pótlékhatár az 40-80% között lehet, egy törvényben meghatározott, egész pontosan a költségvetési törvényben meghatározott, illetményalap számítás alapján egy 101.500 forintos összegből számítódik, tehát ennek vagy a 40 vagy a 80%-a lehet, minimum, maximum, és lehet a kettő között is meghatározva. Ez az, amit százalék arányban kell meghatározni a testületnek, hiszen ugye ez változhat az éves költségvetési törvények és egyéb időszakok alatt, amire ugye az 5 év vezetői megbízás most szól. Tehát ezt egy százalékos arányban, ahogy a határozati javaslatban írta is a kolléganőm, ezt kellene megállapítani a testületnek. Erre kérünk szépen javaslatokat, mert mi ezt üresen hagytuk. Köszönöm szépen. Mi nyilvánvalóan gondolkodtunk azon, hogy mi legyen a javaslat, és a figyelemmel a költségvetésünk évi tervezett lehetőségére, illetve az elvégzendő munkának a súlyára való tekintettel azt javasolnánk, jegyzőszerint egyetértve, lehet nyilván más javaslat, hogy 60%-ban állapítsuk meg ennek a vezetői pótléknak a mértékét. Van-e más javaslat? Javaslom a maximumot. Én javasoltam 60%-ot, akkor szavazzunk külön. Kifogadja el a 60%-os... Bocsánat, van-e még? Zolinak volt. Más? Nincs? Tudunk szavazni? Egy kérdésem. Az emelési lehetőség hol van a jövőre nézve? Tessék, dönnek a döntések. Bármikor lehet, igen. Emelni felfelé lehet, lefelé nem, nyilván. És változhat az illetmény alapiségével. Változhat. Jó, 60%-ot, aki tudja támogatni, azt kérem szavazzon. Köszönöm. 83. Akkor az első nyertet, igen, na, jól számoltam, hogy ott volt, az megvan a nyerő. Hát lehet, hogy ez nem nyerő szám, de most akkor a többség ebben döntött meg. Nyilvánvalóan a jövő tekintve figyelembe veszük azt, ami javaslat elhangzott, tehát ezen tudunk módosítani, úgyhogy én azt javaslom, hogy ez összességében, mi ezt kiszámoltuk, hogy ez körülbelül lesz, ez egy megfelelő ér. Jó, akkor most kérném, légy szíves egy egységes szerkezetben. Akkor olvasom, elég hosszú lesz. Tahitót falu önkormányzat képviselőtestülete, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi 189. törvény 42 szakasz 2-es pontja szerint át nem ruházható munkáltatói jogkörében eljárva figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011 évi 190-es törvény 83-as szakasz 2-es bekezdés F pontjában foglaltakra, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 92 évi 33-as törvény 23-as szakasz 1-es bekezdése alapján, és itt van a lényeg, most ránk nézve, 2019. augusztus 16-a napjától 2024. augusztus 15-e napjáig a tahitótfalui óvodák, minibölcsöde és konyha, köznevelési intézmény magasabb vezetői beosztása ellátásával Bánáti Anitát bízza meg. Garantált illetményét pedagógus fokozatának megfelelően a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi 33-as törvény, míg intézményvezetői pótlékát az illetmény alap 60%-ában határozza meg. A képviselőtestület felkéri dr. Sajtos Sándor polgármestert a szükséges munkáltató intézkedések megtételére. Köszönöm szépen. Tehát így azt mondom, hogy így teljesen világos érthető, hogy akkor mi van, és akkor ezt szeretném ismételten megerősíteni, aki az egységes szerkezetben foglalt javaslat tudja támogatni, ezt kérem szavazzon. Köszönöm szépen, egyhangulag elfogadtuk. Letűlke zárni a napirendi pontot. Köszönöm szépen. Ha tudnak, akkor maradjanak, ha gondolják. Hát, ha neked is érinteni fogja a következő napirendi pont, hiszen a különböző rendezvények okán ugye az óvodásokat is ugye rendszeresen bevonjuk a rendezvényekbe, tehát, és utána később napirendi pont pedig szükséges lehet. Tehát szabadon dönthet bárki, hogy tud-e a közös munkánkban továbbra is részt venni. Rátérünk a második napirendi pontra, a 20. ünnepség előkészítése, döntés kitüntetésekről. Ez a napirendi pont. Ugye
arra kértem a hogy akkor ide fáradná, hogy akkor... Itt akár az Erzsi helye szerint. Itt az Erzsihez. Erzsi helyére. Akkor megkérdem a Béres Gabriel művész szervezőt, hogy adjon rövid tájékoztást az előkészületekről. El szeretnék mondani, hogy volt egy előzetes egyeztetés a képzők hölgyek és urak között, amikor ugye úgy olyan programot állítottunk össze, amihez meg kellene illeszteni, hogy az előző évtől eltérően tegyed arra, hogy hogy összetartozás éve van és egyéb más feladat van, hogy a testvértelepüléseinket meghívnánk erre a programra, vagy programsorozatra, tekintett arra, hogy különböző részen, akár Kárpátalján, akár Erdélyben, akár Délvidéken vagy Felvidéken, ugye a 20. az egy sajátos módon megünnepelt ott kinti testvéreink számára, ezért némiképpen ezt úgy beszéltük meg, szóljatok rám, ha nem jól mondom, hogy pénteken fogadnánk a vendégeket, a delegációkat, esti órákban egy közös vacsora, illetve szombaton lenne egy kötetlen program, és terveink szerint a megépített, illetve átadásra kerülő ifjúsági táborban lenne ott egy közös együttlét. Vasárnap, tehát ugye vendégeknek lehetőségünk adná, hogy közösen, vagy akár különböző megosztásban szentmisén, illetve istentiszteleten vegyünk részt, és ezt követően 11 órakor kerülne sor a 20. ünnepség megtartására a faluházba a megszokott módon, ezzel zárnánk a rendezvényt. Tehát e köré kellene... Vasárnap. Igen. Ugye, mert 20. az... Én tudom. Jó. Tehát ezért akkor mondtam, hogy ennyiben módosítanak ezt a dolgot, hogy ez lenne, ez volt a javaslat, tehát nyilvánvalóan ez friss információ számodra, tehát te tekintetben kellene ezt felépíteni, és tematikáját tekintve, hogy azt javasolnánk, ugye, hogy a szemevesz nap, ugye az már elmúlt, ugye az volt 2-án, és ugye volt egy döntésünk, ugye, hogy a fogorvosunk, illetve a két házi orvost tartva önkormányzata címzetes főorvos címet adományoz számukra, akkor kerülne ennek átadása, amire a plakett előkészítése folyamatban van, és erre a napra nyilvánvalóan őket nagy tisztelettel meg fogjuk őket hívni, és ehhez kapcsolódik még, hogy ugye ezt majd meg kell erősíteni egy döntésünkben, ez egy előzetes döntés volt, ugye, illetve most lesz majd felolvasva, hogy amit majd kérlek, hogy akkor ezt olvas föl. Ugye volt egy előterjesztés, ugye díszpolgár, ugye posztumusz díszpolgár odaítélésére Dubnó Lóránné tekintetében, aki nemrég hunyt el, és hát több évezes munkája volt a Tajtótfaluban, a Tajtótfalu gyermekeinek nevelésében nagyon nagy meghatározó szerepe volt, és a az ő által képviselt szellemisének az átadásában. Tehát ebben ekköré kellene, hogy ennek az információk birtokában tudsz most nekem, vagy nekünk, a testületnek valami. Igen, tehát a felterjesztésben szereplő rövid méltatást olvasnám föl. Dubnó Lóránné 1921. február 28-án született, idén június 8-án 99 éves korában hunyt el. Tajtótfalu önkormányzata saját halottjának tekintette. Dubnó Lóránné Hajós Sarolta Budapesten született, a Krisztinavárosban nevelkedett, 14 évesen került az angol kisasszonyok tanító képzőiskolájába. 1957-től tanítónőként dolgozott településünkön, először az egykori árvaházban működő iskolában tanított, a hely szűke és a tanárhiány miatt felváltva délelőtt és délután folyt két-két osztállyal a tanítás. Sarolta a 60-as évek elején bekerült a falu központi iskolájába,
Alsós tanítónőként oktatott a Népházban, a gyülekezeti teremben, az egykori katolikus iskolában és a tanácsházán. 1980-ban nyugdíjba vonult, de megszakításokkal 10 évig a napköziben tanított tovább. A tanításban mindig az igazságosságot tartotta nagyon fontosnak, közel 500 gyerekkel ismertette meg az írást, olvasást és a számolást. Tanítványaira nagy szeretettel gondolt, mindig többükkel élete utolsó éveiben is baráti kapcsolatot ápolt. Köszönöm szépen. Tisztelt kérdezem a képviselőtársamat, hogy van-e kérdés, vagy kiegészítés, vagy egyéb javaslat. Tudunk dönteni? Igen? Ehhez nincs István? Rend egy másik, ezen legyünk túl, és akkor mondok, hogy kérek szépen. Jó. Tehát tudunk dönteni. Aki tudja támogatni a előtti eresztést, azt kérem, szavazzon. Köszönöm szépen. Tehát önkormányzati képviselő testülete egyhangulag támogatta a posztumusz díszpolgár cím adományozását, és akkor arra kérem a Gabit, hogy akkor ezt készítse elő, és akkor a családot ki kell értesíteni, hogy így van. Ők vegyenek részt ezen a rendezvényen. István, parancsolja. Szeretném mondani, hogy 17:30 kerestek meg, tudtam róla, hogy előbb-utóbb elküldik az anyagot, de a zeneiskola, hogy mondjam, tanárai, felterjesztenik Bánk Zsuzsát, mint igazgató, mert ha megengedik, elolvasnám a méltatását. Most ha de nem díszpolgárra, de legalább egy Tajzolf emlékéremre én javaslom akkor, hogy tudnánk így. Mondom, fia, neked is átküldték talán, de mondom utolsó percben, de július 25-ig be lehet még adni, szóval itt az a helyzet, hogy ne gyűjünk még egyszer össze, én csak azért próbálom mondani, hogy lehet egy ilyet, a jegyzőnöt is kérdem, hogy július 25-ig benyújtható, de akkor már nem fogunk összegyűlni, szerintem 20-áig, és akkor most kell nem döntsünk róla. Pár perc szünetet kérek, nem mondom, az is késben. Új info, teljesen egy tantestület ajánlja az igazgatónő Londonban, hogy nem tudott hozzá szólni. Akkor 3 percet, úgyhogy nem állunk fel. Jó? Köszönöm szépen, akkor Csilla, addig légy szíves.